Nagyon sok szeretettel köszönjük az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat az első D-osztályának napi ünnepségén. Életünk első szereplése, iskolai szereplése. Nagyon izgulunk, nagyon izgultak a gyerekek, de nagyon nagy szeretettel várták a vendégeket. Kérjük a kedves anyukákat, nagymamákat, fogadják szeretettel őket. Arany eső jászminák, kép ne feledj, gyöngy virág, bokrétába kötnek, én édes anyák ünnepén. Viruljatok, virjatok, bimbók, rügyek, csillagok, harangbocskák, levelek, tarka, virág, gyerekek, helyettem is szóljatok, szilom esőt szóljatok, anyáskának kedvesen, hogy örökké szeressen. Mosolygóson könnyű szélben, lábad lejtős helyen rejtem, hajnal halmad derengényben, virágbomlik szenderdőjön. Itt ez sárga, ott meg kék, mosolyog a margarék, megkondul a harangvirág. Hallad zombi vidám dalú, melengetős napsugarú, friss jó reggel testvérkék. Napfény arcú, szép sorreket, bársony szellőm simogasson, harmad cseppjen meditasson. Itt a harmad hoztam néked, szirma idap öntözkének. Kis kertünkre virágálom, ébredjetek, azt kívánok. Ébredjetek, felkeljetek, csodaszép szép felméljetek. Felébredtünk egy szép napon, harmad csillokon még. Szép sorreket most nektek, hajnal fényét elvigyétek. Küldjétek a kedves napot, végsugárból kérek hatot. Szirom fényel simogasson nékem, fényből sokat adjon. Szép üljetek, ragyogjatok. Aranyfényben megoldjatok. Adom nektek víznak cseppét, hős halmatnak színezüstét. Locsolgatunk, köntözgetünk, jól megjött nevelgeszünk. Köszönjük! Köszönjük, mi értünk teszte, az sem baj, ha majd leszette. Anyák napja ünnepére, hajoljatok hű szívére. Köszöntsétek, kölcs majd velünk, ki lesz igaz az ünnepünk. Gyertek el, ha itt az idő, ünnepelcem, mikor eljön. Bőbologat, hajlatok, madárdalban nap ragyog, fennül a cel, indult ébred, elindulna már a mélyhez. Édesanyám, még királynő, felülé az én nevem, nem fél tőlem senki sem, mint a szél, oly könnyedén, virágosra rögtön, sorgos napunk reggelén, köszöntelek bennetek. Miért jöttem, ti oltátok el, mondom, jó pajtások, virágpolgyán most akasztva, télen legyen szorgó vagyok. Kis virágok, jó barátok, kinyílik a szívocsátok. Gyere hozzám, kicsi mély! Hozzám, gyere, kislány! Én is adok, gyere hozzám! Virágok! 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 Jön meg zsákod, illatporra, színes, vízes virágporra. Ám a réten, rétre, szelíd rétre, margarétos, szoknyás dére, rajzizom a dongolért. Mit csinál most, kicsi mély? Fegyverenek kardba hagytad, mivel védem meg magadat? Elrejtünk is szívainkkal, betakarunk ruháinkat, színes, fényes álmainkkal. Illatpor kell, adjatok! Nincs virágpor, elfogyott! Illatpor kell, adjatok! Nincs virágpor, elfogyott! Eső vázott szívainkról, minden is csak ránk csomott. Nem is esett, esem semmi! Felettük sír csak a felhő, mert megverte el.
szépségét. Ünnep perce eljött végre, édesanyám örömére. Szép csokolt a beálljatok, szírmatokra a világot. Köszöntjük most édesanyám, aki mindig vigyáz rám. Édesanyám, tiéd kertünk, virágszálat néked szedtünk, tiéd kertünk, szeretünk, minden, amit megtehetünk. Kevés a szó és a virág, megillet az egész világ. Megköszönni, hogyan tudnám mindazt a sok jót és szépet, aranynapot, égvikéket, szeretetet, gondoskodást, a sok munkát, földés, bocsás. Legyen tiéd szép örömöm, virágokkal megköszönöm. Ügyesek vagytok. Zavarúban a locsolókannál itt hagytuk, de attól megöntöztük a virágokat. Kérlek benneteket, adjátok át a ajándékot. Azért jöttünk össze, hogy megemlékezzünk a nekünk és a szüleinknek életet adókról, az édesanyákról és a nagymamákról. A költők és az írók választékosan szép kifejezésekkel, szavakkal ékesített gondolatai messzire szállnak és visszajárnak. Mi pedig csak állunk és nézzük édesanyákat. Mormoljuk magunkban és érezzük. Anyu, anya, édesanyák szereplek. Kár, hogy nem minden nap kerül erre sor, de talán ha a hétköznapokon segítünk nekik, megsimogatjuk a hajukat, és ők beszélnek hozzánk, akkor érzik és tudják, hogy az anyák napi megemlékezésük a valós érzésekből ered. Ez az az egyetlen ünnep, amelynek fénye sohasem halványulhat el az emberek szívében. Azokat ünnepeljük, akiknek talán a legdrágábbat az életünket köszönhetjük. Az édesanyákról van szó, akik talán minden önzés nélkül gyermekeikért bármire képesek, és igazi szeretetet tőlük remélhet az ember. Ez a nap az önöké. Mindegyikünk megérdemel egy-egy szál virágot, és néhány kedves szót, és úgysem tudjuk nekik meghálálni, mint az, amit értünk tettek, mert egy anya soha nem változik meg, és ha valakire őrán mindig számíthat a gyerek. Ők azok, akikre nem szabad tennünk rosszalom megjegyzést, mert mindenkinek az ő édesanyja a legszebb és a legkedvesebb. Ne feledkezzünk meg róluk! Kívánjunk nekik sok boldogságot és jó egészséget, amíg sokáig legyen ki a spórumunk, úgy érezzük, minden messzi látszik. Kedves édesanyák, kedves nagymamák, fogadják szeretettel műsorunkat, melynek címe Janikovszky Éva,
ütött ez a gyerek, csak is a maga. Vajon kire ütött ez a gyerek? Jól áll a vajon kire ütött ez a gyerek? Biztos, hogy rám, és ez nem is csodálnám. Tudom, kire ütött ez a gyerek? Az egész hang. Vajon kire ütött ez a gyerek? Hát nem is hallott. Vajon kire ütött ez a gyerek? Biztos, hogy rám, és ez nem is csodálnám. Tudom, kire ütött ez a gyerek? Csak is a maga. Vajon kire ütött ez a gyerek? Jól áll a vega. Vajon kire ütött ez a gyerek? Biztos, hogy rám, és ez nem is csodálnám. Tudom, kire ütött ez a gyerek? Az egész hangja. Vajon kire ütött ez a gyerek? Hát nem is volt. Vajon kire ütött ez a gyerek? Biztos, hogy rám, és ez nem is csodálnám. Ami kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép. Mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Nagymama azt mondta, Istenem, akár csak az anyja. Nagypapa azt mondta, az öldökbe is szakasztott az apja. Emil bácsi azt mondta, a megszólalásig szegény Julán. Apukám azt mondta, mintha csak magamat látnám. Anya pedig azt mondja, azért rám is hasonlít egy kicsit. Amíg kicsi voltam, és több eszem volt, mint egy nagynak, anyukám egy füzetbe írta be, hogy mikor fordultam a hasamról a hátamra, mikor ültem fel először, mikor álltam fel a járókában, mikor ittam először bögréből, és mi volt az első szó, amit kimondtam. Amíg kicsi voltam, mindenki így beszélt hozzám. Anyuka egyetlen boldogsága. Nagymama szemefénye. Drága csillagom, kicsi bogaram, eszem azt az arany kezecskéjét. Hadd puszíljam meg a talpacskáját. Mit hoztam az én kis madaramnak? Amíg kicsi voltam, és bűbájos, apukám albumban ragasztotta a fényképeimet, hogy mindenki megnézhesse, milyen voltam 2 napos, 3 hetes, 4 hónapos és 1 éves koromban. Amíg kicsi voltam, mindenki megcsodálott, hogy megint mennyit nőttem, megint mind mondtam, és... Na hát! Milyen ügyes vagyok, és apukám lefényképezett az állatkertbe Cézárral, akitől nem féltem, és Aranka nénivel, akitől féltem. Kicsi voltam, és okos, és kedves, és szép. Aki csak látott, mind azt mondta. Micsoda sikerült gyerek! Igazán büszkék lettek rá. És bár a család úgy vélte, hogy ugyan már, hiszen minden kisgyerek egyformán helyes. Azért egymás közt mégis belátták, hogy igaz, ami igaz, ritka az olyan kisgyerek, amelyik egyformán okos, kedves és szép. Mert ott van például a szegény István lánya, vagy ott van a szegény Ilonkáék fia. És aztán nagymamámnak eszébe jutott, hogy... Na és ott van az Ádámka. És abban mindenki egyetértett, hogy az... Ádám Károly jobb nem is beszélni. Apukám meg anyukám ilyenkor szerényen mosolyog, és azt mondja, hogy... Persze még mindegyik kinőheti magát. Amióta megnőttem, és butaságban beszélek, és elviselhetetlen vagyok, és rossz rám nézni, aki csak meglát, mind azt mondja. Ez volna a ti fiatok. Szinte hihetetlen. Nem lehet ráismerni. Amióta nagy vagyok, és ütődött, és nyegle, és idétlen, csak ülnek, és sóhajtoznak, hogy kire ütött ez a gyerek. Nagymama azt mondja, én nem tudom kire, de az anyjára biztos nem. Nagypapa azt mondja, én nem tudom kire, de az apjára biztos nem. Szerencsés szegény Jolán, ezt már nem értem meg. Apa azt mondta, most láthatja az anyja, hogy nem kellett volna mindent ráhagyni. Anya pedig azt mondja, te vagy az apja, hát miért nem pofozod meg? És bár a család jól tudja, hogy minden kamasz elviselhetetlen, egymást ezt mégis belátják, hogy... Ami sok, az sok! Az ő türelmének is van határa, és... Ez így nem mehet tovább! Csak még azt nem tudják,
hogy akkor hogyan is menjen tovább. Nagymamám szerint... Valakinek ugye nevelni kellene ezt a gyereket, mert csak nő, mint a dudva. Nagypapám szerint... Szigorúban kellene fogni ezt a gyereket, mert első a kötelesség. Aranyi szerint... Meg kellene válogatni, hogy kikkel barátkozik ez a gyerek, mert aki korba közé keveredik, az megeszik a disznó. Anya szerint... Többet kellene aludni ennek a gyereknek, mert sosem alussza ki magát. Apa szerint? Többet kellene tanulni ennek a gyereknek, mert így nem viszi semmire. Emil bácsi szerint? Ez szomorú, mert ugye a mi családunkban mindenki normális volt, és attól félek ez sajnos a rezsővére. Én megkérdeztem, hogy ki a rezső, de abban mindenki egyetértett, hogy a rezső az nem tartozik rád. Amióta nagy vagyok, és ütődött, és nyegle, és idétlen, nem lehet hozzám szólni. De azért szólnak, pedig tudják, ha hozzám szólnak, az olyan, mintha a falnak beszélnék. Én nem tudom pontosan, hogy a fal miért nem válaszol. Én azért nem, mert én különben is tisztességesen válaszolni se tudok, ha azt kérdezik tőlem, hogy mondd, édes fiam, te mire használod a fejedet? Én csak úgy magamtól azt válaszolnám, hogy azzal szoktam fejelni, azon növeztem a hajamat, és azon van a fülem is, amit mozgatni tudok. De ezt persze nem tetszene nekik, mert már sokszor megmondták, hogy a fejed azért van, hogy gondolkozz vele. Ezért inkább csak a vállamat hallgatok, ami azt kérdezik, hogy csak tudnám, hogy kitől tanulod ezt a tempót? Mintha magamtól nem jöhetnék rá valamire. A végén úgyis azt mondják, hogy én nem tudom, hogy milyen gyerek vagy te. Pedig mindjárt tudják, hogy milyen gyerek vagyok, csak én nem. Nagymamám szerint? Az a baj, hogy ideges ez a gyerek. Nagypapám szerint? Az a baj, hogy nem sportol ez a gyerek. Aranka néni szerint? Az a baj, hogy zárkózott ez a gyerek. Apa szerint? Az a baj, hogy nem gondolkozik ez a gyerek. Anya szerint? Az a baj, hogy túl terhelt ez a gyerek. De abban mindjárt egyetértettek, hogy nincs benned semmi jó érzés. Én nem tudom pontosan, hogy mi az a jó érzés, de akár mindig kapar a torkom, ha a válogatott meccsek előtt eljátszák a himnuszt, majd győzünk a versenyeken és felhúzzák a zászlót. De azért az sincs rendjén, hogy neked nincsenek barátaid. Mert nem hiszik el, hogy vannak, csak azok is ott örülnek görbeháttal a rossz levegőben, és naposzakat nyúzzák a számítógépet. Apa azt mondja. Örülök, ha vannak barátaid, de szeretném látni, hogy kik azok. Aztán, amikor eljönnek és látják őket, akkor meg nem szeretik nézni. Mert micsoda társaság ez, hogy egyik sem törni meg a lábát. De mindegyik zsebre dugja a kezét. Hogy egyik se tudsz tisztességesen köszönni. És egyiknek sincs egy normális szava. Mert vagy nyerítenek, mint a lovak, vagy hallgatnak, mint a kukák. Az a baj, hogy apukámnak és anyukámnak az én koromban nem volt se számítógépe, se CD-je, se mobilja. De megvolt a magunk jó társasága, akikkel kirándulni jártunk. Társas játékot játszottunk, és értelmes emberek módjára beszélgettünk. Amióta nagy vagyok, és az 5 éves húgomnak is több eszem van, mint nekem, arra is kíváncsiak, hogy... Mondd, édes fiam, te hogy képzeled el az életet? Az életet olyankor kéne elképzelnem, mikor naphosszakat nyúzom a számítógépet. Amikor sárosan hagyom a cipőmet az előszobába. Vagy amikor nem tudnak reggel fölkelteni. Amikor egész nap nézem a tévét. Persze ilyenkor nem tudom elképzelni az életet, mert mással vagyok elfoglalva. Az életet akkor próbálom elképzelni, mikor leülök tanulni, mert olyankor van rá időm. Én egész jól érzem magam az életben. Ha nem is látszik rajtam. Azért gondolom, hogy nem látszik, mert akkor nem mondanák azt, hogy más boldog volna, ha ilyen szép otthonban élhetne, ha ilyen drága téli kabátban járhatna, ha nyelveket tanulhatna. És majd megtanulom, hogy milyen az élet, de sajnos a magam kárán. Hiába is kérdezi apa, hogy milyen ember leszik belőled? Mert én sem tudom. De azért egy kicsit
hasonlítom majd anyura, és egy kicsit hasonlítom majd apura is, és majd ők öregek lesznek, és ott ülnek a parkban a padon, akkor majd újra mutogatni fogják a fényképeimet. Ez pedig a nagyfiunk biztos látta már a tévében. És olvasta az újságban, mert világhírű. Igen, ő az, aki elérte és bejárta és felfedezte. Megnyerte és túlszállott és megdöntötte. Megtalálta és elfogta és megmentette. Legyőzte és felszabadította és kikiáltotta. Átérte, megírta és megzenésítette. És akkor majd mindenki köréig gyűlik, és csak csodálkoznak és ámuldoznak, hogy... Na hát, ez van a maguk fia. Szinte hihetetlen. Büszkék lehetnek rá. És akkor végre apukám se fogja majd azt mondani, hogy... Tudtam, tudtam, előre megmondhattam volna. Pár éve még, vagy régebben talán, a nézőtéren ült egy fiú és egy kislány. Még nem ismerték egymást, csak hallgatták a dalt, és néhány sorra kis színűben nagy vihar kapart. Arról szól a dal, hogy
Thank you.
csak az anyádnak adatok meg. És anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amit az Úr, a te Istened ad neked. Kedves édesanyák, kedves nagyanyák, köszönjük szépen, hogy megnézték anyák napi műsorunkat. Isten áldjon minden drága édesanyám és nagyanyám.